Na mindegy. Sziasztok, Nora vagyok. Egy új videóval jövök hozzátok. Egy ilyen papagájos tag. Bocsánat, hogy a hangomat nem halljátok, de itt a papagájok közben csiripelnek. Már nem mutatom őket is, de most külön Mekikére szeretnék itt kitérni. Mert ő egy különleges fajta. Vagyis ő nem ilyen gyakori, vagy hogy mondjam. Ő igazából már Wikipédián megkeresem, és vagy megkeresem őket, és majd leteszem ide a zünkhez, szeret-e elbújni a linküket, és tudtok többet olvasni rajta. Szóval az első kérdés, hogy hogy hívják? Mekike, Meko is szoktuk mondani, mert ezt majd utána elmondom, a milyen fajtánál. Szóval Mekike, Meko. Hogyan szoktam beszélgetni? Mekike, Meko. Ezeken szoktuk beszélgetni. Igazából. Hány éves? Nem akarok hülyeséget mondani, de lehet egy olyan 5-6. Gyere föl! Mit csinálsz? Most leesett a szék izére. Gyere föl! Igen, néha elmegy így a fókusz, mert most stabilizátorra csinálom a videót, és még meg kell tanulni a beállításokat rajta. Igen, hány éves? Hát olyan lehet 5-6 éves kb. De nem biztos, de lehet kb. Annyi. Ha jól emlékszem, mert akkor lett véve, mikor én még középiskolába jártam. Milyen fajta? Hát igazából egy kecskepapagáj, bár tyúkpapagájnak is szokták nevezni, de úgy van inkább elterjedve, hogy kecskepapagáj a nevéből illetően. Milyen vicces szokásai vannak? Hát igazából amikor így dörgöli magát, és így dörgöli magát, meg így kaparászik, hogy mit csinál. De mindenen, amit talál. Meg igazából ez szokott vicces lenni. Nagyon ilyen biztos dolgai nincsenek, inkább ilyen, amikor kaparász, meg így dörgölőzik a kalickához, hogy valaki foglalkozzon vele. Még néha ilyen hülye fejeket szokott válni, vagy ilyen furcsaságokat csinál. Ugye azt mondtam, hogy milyen fura szokása van, vagy szokásai vannak, ha van. Ez a furcsa szokása inkább, hogy néha ugrál össze-vissza, mint a bolond, így a kalickába is, meg így össze-vissza, mint is kint is van, vagyis ki van engedve. Nem tudom miért, de így ugrálni szokott néha. Miket esznek? Isznak? Hát isznak, az vizet isznak. És esznek, amit esznek, ezt szokták enni, ilyen magvak, igazából ilyen kukoricafélék. Júj! Szóval ilyen napraforgó, meg ilyesmik vannak benne, ilyen magok igazából. Milyen nemű? Hát lány szerintem.
mert tojásokat szokott csinálni. Szóval ő lány. Ő lány papagáj. Vannak kekélytei? Hát ő... Hát igazából vele volt pár, nem tudom, hogy látjátok, de szerintem nem fogjátok látni. De mindegy, ott van egy sárga, a szürke a háta mögött. Vele volt párba a Mekike, de nem lettek tojás, vagy vannak tojások, csak nem keltek ki. És így szétlett őket választani, mert a nimfa nagyon bántotta. És így egymaga van, de amúgy a nimfával volt együtt. Szóval vannak tojásai, de nem tudja kikelteni, szóval csak ül rajtuk. Néha megeszi őket, széttöri. Szóval ezt tudja csinálni. Nincsen neki, az a kérdés, ha van neki párja. Nincsen, mert nem akarunk is papagájokat, szóval párat nem akarunk neki venni. Igazából, bár ügyes papagájmában megtanulta a pusziadást, el tudja menni a kaját a kezedből, a lábával, még ilyesmi, meg be tudja csukni maga után az ajtót, ha bemegy a kalickába. Szóval ilyeneket már tud. Néha, amikor nem szeretne valamit, akkor összeveszünk, akkor ad is neki hangot, de beszélni nem tud, szóval beszélni nincsen megtanítva, csak így néha mekeg, vagy úgy csinál. De majd mindjárt idehozom és megmutatom nektek közelebbről. De szerintem mindent elmondtam a kérdésekben. Szóval... Nem tudom, hogy látjátok-e. Látjuk oldal. Szóval ön lenne itt Mekike, aki nem akar idejönni hozzám. Szégyelje magát. Nem akarsz idejönni hozzám? Ha? Nem akarsz ide jönni hozzám? Hm? Nézd meg. Most ilyet csinálod? Nem fogok beengedni ám. Csúnya vagy. Tudod. Szóval örülöm nekik-e, aki most úgy látszik, most nem akar velem videózni. Vagyis... Nem akarja nekem a jót. Ugye? Tehát be! Igazából szegényt elébb kirángattam a izéből, a házából, mert most van idő megcsinálni a videót. Na szóval jelenne a két nimfa. Ő itten Bubi, vele volt együtt, ő meg nemrég került ide a másik, a szürke. Ha hát akarjátok, majd róluk is csinálok videót. Vagyis elmondom róluk az információt, amit tudni kell. Akkor egy pillanat beengedem a papagájt közben. Mert ugye itt van szépségem, kéreckedik be. Szóval ő itten, opa. Ő itten Rozi, ő már nagyon öreg papagáj, ő egy arab papagáj féle lenne, vagy Amazon, vagy valami ilyesmi. Nem tudom pontosan, szóval majd leteszem neki is a izéjét, a linkét. Ugye nem a linkét, hanem a fajtáját, hogy milyen féle lenne. Hát ő már nagyon régen itt van nálunk, vagyis nem régen, ő két éve lehet, hogy itt van nálunk. Mert keresztanyámé volt, csak ő nem tudja gondját viselni, és azért adta nekünk. De ő már igazából két éve van nálunk, de már több száz éves papagáj. Igen, ezt szokta csinálni néha, hogy így csipog. Néha ilyen riasztó hangokat is ad ki. Na. Meg még ők vannak. Ő a két hullámos. Na ők már nálunk tényleg nagyon régen itt vannak. Kb. Szerintem általános iskolás korom óta vannak itten. Ők.
szóval... Rozi, barátkozol kamerámmal? Szóval... Igazából... Nem tudom megfordítani a kamerát, az jó. De mindegy, igazából... Szerintem mindent elmondtam. Ja, nem mondtam el. Szóval... Na jó van, előbb nem mondtam, amit akartam. Szóval... Csak akarom mondani, hogy te akartok még ilyen videót a papagájokkal, hogy elmondjam róluk a lényeget, mint Megikéről, akkor dobjatok egy lájkot, és nem... és iratkozzatok fel, de nem mondom, mert ha akartok, feliratkoztok, ha akartok, nem, szóval az a... Mindegy, szóval nem mondom a lényeges youtuber témát, vagy izé-bizét. Szóval igazából örülök neked, hogy megtekintitek a videómat és megnéztek. Bocsánat, hogyha ilyen össze-vissza lesz a videó, és én is össze-vissza beszéltem, de tényleg gyorsan csináltam, mert nem sokkal megyek el itthonról, és ennyi időm volt rá. Szóval, mivel stabilátorral csinálom az egészet, szóval bocsánat, ha ilyen össze-vissza videó lesz. De még meg kell tanulnom használni a stabilizátort. Igazából visszul rendeltem, szóval nem tudom, hogy még milyen lesz, meg beválik-e. Majd lesz egy vis videó, mert rendeltem egy pár dolgot, és majd azokat bemutatom nektek, ha megjönnek majd. Szóval, igen. Szóval igazából szerintem elmondtam mindent, amit akartam. Köszönöm, hogy megnéztetek, mert voltam, majd jövök a következő videómmal.